Magyarok kenyere, Andocson is gyűjtenek gabonát a gazdák. Levendula augusztus végéig még szedhető az illatos virág Kőröshegyen. Körmönfon tábor népi mesterségeket elevenítettek fel a gyerekekkel. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Két hét alatt 8 tonna búzát gyűjtöttek össze az andocsi és környékbeli gazdák a Magyarok kenyere programban. A kezdeményezést 11 éve hívták életre, a felajánlott gabona mennyisége pedig évről évre gyarapszik. Idén 15 gyűjtőponton várják az adományokat Somogyban. Szolgálja a nemzet, a haza és az élet összetartozását. A magyarság és a szolidaritás jelképévé vált a Magyarok kenyere program. Erről beszélt Szajc Adrián, a Somogy megyei közgyűlés alelnöke Andocson. A somogyi településen is javában zajlik már a búzagyűjtés. Két hete indítottuk el a programot körülbelül, és 8 tonna búzánál tartunk. A búzát, amit itt össze fogunk gyűjteni, ezt mi saját eszközzel még felajánlottuk a cégünk eszközével, hogy leszállítjuk majd a Barcsi Malomba. A kezdeményezés Pécsről indult 11 éve, napjainkra pedig mozgalommá vált. Ezt már Szabó Tamás, a Magosz megyei elnöke mondta. 11 év alatt ez a mozgalom kinőtte magát. Ahogy ismeretes, először a határon belül, tehát az államhatáron belüli mozgalom volt, és gyakorlatilag a kormány segítségével a nemzetpolitikai felelős államtitkárság segítségével kinőtte magát, Kárpát-medencei mozgalom már alakult. A felajánlott gabona mennyisége évről évre gyarapszik. Idén 15 gyűjtőponton várják az adományokat Somogyban. A rászoruló honfitársainkat próbáljuk meg és igyekszünk segíteni. Azokból a terményekből, abból a búzából és abból a búzából elkészült lisztből, amelyet a magyar gazdák összefogásának és munkának köszönhetően sikerül ennek a programnak összegyűjtenie évről évre. De a jótékonykodáson túl azt gondolom, hogy egy másik üzenetet is hordoz magában a Magyarok kenyere program. Egyrészt szól a szülőföld szeretetéről, másrészt pedig azt gondolom, hogy nemzeti összetartozásunk fontosságát is hangsúlyozza és hirdeti. Werner Józsefné Andocs polgármestere kiemelte, a településen a legnagyobb foglalkoztatók a mezőgazdasági vállalkozók, munkát adnak a helyieknek, és az általuk befizetett adóknak köszönhetően a falu is gyarapszik. Az andocsi önkormányzatnak célja és minden lehetőséggel azonban, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket, mégpedig azért, mert ha ők nem lennének, akkor nem lenne adóbevétel, nem lenne munkája az itt élő embereknek, és az önkormányzatnak nem lenne miből működni. A Magyarok kenyere programban tavaly a búza mennyisége 1000 tonna fölé emelkedett. Az idén Somogyban augusztus 20-áig lehet leadni a felajánlott gabonát, amelyet Barcson, Somogy megye egyetlen működő malmában őrlik liszté, hogy aztán eljuttassák a rászorulóknak. Csak szakorvosi véleménnyel mentesülhetnek az egészségügyi dolgozók a védőoltás felvétele alól. Orbán Viktor miniszterelnök két hete jelentette be az intézkedést. A Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg az erről szóló kormányrendelet. Az első oltást szeptember 1-jéig kell felvenniük az érintetteknek. Csütörtökön megnyílt az időpont foglaló a harmadik oltásra is. Az est.gov.hu oldalon a kórházi oltópontokra lehet jelentkezni. A vakcina önkéntes és ingyenes. A foglalható időpontot azok vehetik fel, akik elmúltak 18 évesek, és a második oltásukat már több mint 4 hónapja megkapták. Az időseknek, a krónikus betegeknek és a legyengült immunrendszerűeknek különösen ajánlott a vakcinázás. A vendéglátóhelyeken, a boltokban és az árusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. A nyári országos ellenőrzésen nézik, hogy a fogyasztókat rendesen tájékoztatják-e az árakról, ellenőrzik a nyugtaadási kötelezettséget is. Azt is figyelik, hogy megvalósul-e az úgynevezett szűkmérés, például a kifizetett ital valóban annyi-e, amennyit a fogyasztó kért. Ugyanígy ellenőrzik, hogy a csomagoló anyagot nem mérik-e bele a termék tömegébe. Eddig 500 000 forint bírságot szabott ki a hatóság. Augusztus végéig még biztosan virágzik a levendula a Balatonnál.
A köröshegyi levendulásban jelenleg a világos lila színű angol levendulát szüretelhetik a vendégek. Az érdeklődők nem csak a csodaszép virágokban gyönyörködhetnek, hanem meg is kóstolhatják az abból készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt. Jelenleg egy angol hibrid levendula virágzik, ami egészen augusztus végéig, de 20-áig biztos, hogy kitart nálunk. Tehát van annyi, hogy minden kedves látogatót ki tudunk szolgálni, aki szeretne még a Szedd Magad kapcsán még aratni a levendulát nálunk, és meglátogatni a gazdaságunkat. Minden évben folyamatosan fejlesztjük a gazdaságot, és ugye hát most már kialakult az, hogy egy ilyen turisztikai látványgazdaság vagyunk tényleg, tehát minden hajnalban újból vágjuk, parkosítjuk, sövényt vágunk, a levendulákat is szépre, ami már le van aratva. Nálunk ilyen látogatói egy van, aki ide látogat, de csak annak, aki nem arat. Mert miért, hogyha valaki szeretne aratni, aratótáskát vásárol, akkor már nincsen látogatói egy. Szóval elég kedvezményes, 16 éves korig nincsen látogatói egy, nem kell fizetni, valamint van nyugdíjas egyenk is. Megépült a majdnem 100%-osan a két turisztikai épületünk, amiben ugye a rendes levendulagazdaság boltja, ahol csak ugye azok a termékek vannak, amit mi készítünk, mi gyártunk, és ugye ezeket csak itt lehet megkapni, valamint ugye a mosdóink elkészültek, kávézónk, úgyhogy most már kisebb ilyen kávézós ütemény, szendvics, kis étel, ital kapható már nálunk. A saját lekváraink, szörpeink, ami a gazdaság területén található vannak, ugye gyümölcsfáink is, meg gyümölcseink, elég sokfajta, azok, ami párosítjuk levendulával. Úgyhogy a szörpeinket, lekvárainkat, azokat ugye csak itt és a boltunkban lehet megvenni, valamint ugye szappan készül, a lepárlás által készül el nekünk ugye a legnagyobb termékünk, az olaj, a levendula olaj, valamint a levendula virágvíz. Valamint ugye nagyon sok ajándéktárgyat gyártunk, kis hűtőmágnest, zsákocskákat, ilyen illatosított fürdőszobába, szóval a boltban mindezt mind meg lehet vásárolni. Tehát nagyon sok árnyas, nagy ligetek vannak, sőt most van olyan rész is pont most, ahol árnyékba lehet születeni a levendulát, mert ugye nagy fák vannak a pont annak a területnek a szélén. Két párakapu van a területen, tehát azon át lehet haladni, és ugye lehet hűsölni. Valamint ugye árnyas ligetekben ugye székek, asztalok vannak kitéve, nyugágyak vannak kitéve, függőágyak vannak kitéve. Ugye ezeken mind kényelmesen meg lehet pihenni, és elég kellemesen jár a levegő, a szellő ilyenkor, úgyhogy a nagy melegbe is azért elviselhető. Valamint, ugye, hogyha végeznek az aratással, akkor ugye, hogy pont lefele van mondjuk az egyik párakapu, és majd a hűsítő saját készítős limonádéinkat is meg lehet kóstolni, és lehet hűsülni az árnyékba. Meleg az nem probléma a levendulának, tehát nagyon jó szárazságtűrő. Tehát ilyenkor már ilyen öreg régi bokrokat nem kell vele foglalkozni szerencsére, tehát nem kell locsolni. Egy új telepítésnél, most is van nálunk ugye új, ami már jövőre valószínűleg virágozni fog, egy hófehér fajta, azt még meg kell locsolni, az ugye friss ültetés, azt még ilyen nagy melegbe, hajnalban, hogy meg szoktuk locsolni néha. Jövő hetekén szombaton valószínűleg lesz még egy délutáni könnyűzenei DJ, ami ilyen családi programnak is megillik, ugye eleve így hirdeti az a DJ, aki ide jön hozzánk. Meglátjuk, hogy fog sikerülni, mennyien lesznek. Már kétszer volt idén. Más programok idén nem nagyon voltak, a fejlesztésre koncentráltunk, és ugye ez muszáj volt, ahol elvitt az energiánkat, és inkább arra koncentráltunk, hogy tényleg a kiszolgáló egységeink, meg a fejlesztések ugye minden jobban előre haladtabb legyenek. De hát ezen még azért van még fejleszteni, de jövőre reméljük, hogy még komplettebb lesz a szolgáltatásunk. Újraindulnak az informatikai képzések. Második alkalommal hirdet ilyen ingyenes kurzusokat az állam. Az újratervezés program 4 hetes lesz. Az e-learning tananyag feldolgozása nagyjából napi 2, illetve 6 óra elfoglaltságot jelent. A szervezők az előzetes számítások alapján 10 000 résztvevőre számítanak. Újabb emeletes vonatot indít a MÁV Fonyód és Kőbánya Kispest között. A Panoráma Express vasárnaponként közlekedik Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Zamárdi, Siófok, Szabadi, Sóstó, Balatonaliga, Székesfehérvár és Kelenföld állomásokon megállva érkezik a végállomásra. Díjmentes helyjeggyel lehet igénybe venni, a kerékpáros helybiztosítás is kötelező. A vonaton 12 biciklit lehet szállítani. Agyagoztak, kötelet vertek, és a gyapjú feldolgozást is megismerhették a gyerekek a Szennai Skanzen
Körmönfon táborában. A hagyományos nyári programra idén is nagy volt az érdeklődés. Legközelebb népi építész és kézműves táborba várják a 10-15 éves korú gyerekeket. A Vazekas néni mondta, kérdezte, hogy akarok-e ilyen csíkot. És én azt mondtam, hogy igen. Az elkészült kis vázáját mutatja Ádám a Szenna és Kanzen táborában. A gyerekek itt számos régi népi tevékenységgel ismerkedhettek meg. Minden, hogy régi dolgokat csinálunk, meg hogy többet tudunk meg a régi dolgokról. A Körmönfon táborban mindenki megtalálta a kedvenc foglalkozását. Ennek a magyapjú készítés, a kötélfonás, meg az agyagozás. Volt, aki már ismerte a népi kézműves tevékenységeket, de Szennában most újakat is ki tudott próbálni. Az agyagozást, meg a kötélkészítés, azt igen, de a gyapjúból csinálni ilyen köteleket, meg fonalakat nem. A tábor nevét viselő körmönfonást is megtanulták a gyerekek Szennán. Úgy kell csinálni, hogy most éppen így a gyűrűs ujjunkra át kell rakni ezt a fonalat, és a mutatóról, meg a középsőre, és most felszabadult ez a ujjunk, és ezzel ezt így átvesszük. És ugyanezt, csak másik kézzel. Először csinálod ezt? Igen. Mennyire nehéz? Szerintem nem nehéz, egy idő után már bele lehet gyorsan szokni. Ezt hajtjuk félbe, és akkor már lesz egy szép hosszú kötelünk, jó? A gyapjú feldolgozás menetét és a kötélverést is megismerték a skanzen táborozói. A tábornak alapvető célja, hogy olyan hagyományos tevékenységeket megismerjenek a gyerekek, amikkel ma már a mindennapokban nem találkoznak. Így például lesz olyan nap, amikor kiflit sütnek, nyilván ők dagasztják hozzá a tésztát. Aztán most éppen a gyapjú feldolgozással ismerkedtek meg, annak az előkészítésétől kezdve a fonál felhasználásával, most éppen körmönfonnak, ha már a tábor neve ugye körmönfont, aztán gyógynövényismereti kirándulásunk lesz, sárbolfából foglalkozás, ahol a házfalak építését ismerhetik meg közelebbről, népi sportjáték természetesen nem maradhat ki. Idén is nagyon népszerű volt a körmönfont tábor, hamar be is teltek a helyekre, mondta a skanzen rendezvény szervezője. Évek óta ugye önállóan szervezzük már ezt a körmönfont tábort, 60 gyerekünk volt a két turnusban, teljesen optimális létszámmal, vannak ifi segítőink, minden évben jönnek közösségi szolgálatos fiatalok segíteni, és hát szerencsére a táborozók több, mint a fele visszatérő gyerek. Illetve hozzák a saját barátaikat, osztálytársaikat, testvérüket, ahogy felnőnek a tábor. Ugye 7-12 éves korosztálynak szervezzük, és ezért éveken keresztül vissza tudnak járni hozzánk. Augusztus első felében még két tábort szervez a Szenna és Kanzen. Ezekbe a 10-15 éves gyerekeket várják. Az első turnusban a népi építészeté lesz a főszerep, a másik programon, a kézműves táborban pedig a többi között szőni és nemezelni is megtanulnak a jelentkezők. Magyarok kenyere, Andocson is gyűjtenek gabonát a gazdák. Levendula augusztus végéig még szedhető az illatos virág Kőröshegyen. Körmönfon tábor népi mesterségeket elevenítettek fel a gyerekekkel. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. A hétvégén már lehűl a levegő, és esni is fog. Mindjárt mutatjuk a részleteket. Én köszönöm a figyelmet. Szép estét kívánok, viszontlátásra!